I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. Sziasztok! Én Cirok Norbert vagyok, és utazni fogunk. Eljött a március 15-i hosszú hétvége, és úgy döntöttünk, hogy ezt kihasználjuk. És ma csütörtök van, mindketten, az én kedves feleségemmel együtt, mindketten munka után vagyunk, és most tartunk Budapestre, ahol a parkolóban fogjuk hagyni az autónkat, és repülünk Münchenbe. Meglátogatjuk egy barátomat, akivel középiskolában 4 évig együtt éltünk, egy szobában laktunk, és azóta sajnos ugye másfele sodort bennünket az élet, egyre kevesebbet találkozunk, és úgy döntöttünk, hogy most akkor ezt a hétvégét használjuk ki, és akkor így legalább tudunk együtt lenni, kicsit beszélgetni. Tartsatok velünk, nem sokára repülünk. Fél órát késik a gépünk, addig szeretném nektek elmondani azt, hogy Németországban egyébként 2018-ban 200 ezer magyar vándorolt ki. Magyar alatt azt értem, aki rendelkezik magyar állampolgársággal, tehát itt ide beletartoznak a vajdaságiak, Erdélyből számító fiatal, aki Ukrajnából is, tehát bárkiből szlovákból is megkapták a magyar állampolgárságot, és úgy telepítettek le külföldi országokban. Egyébként még a világban nagyon-nagyon sokan vagyunk, és nagyon sok felé mentünk. Most konkrétan Németország helyzetét nézzük meg a barátomikon keresztül gyakorlatilag, hogy milyen ott az élet. Már az égben vagyunk, és vigyáznak ránk az angyalok, és most elég jó. Jó, fúj a szél. És rángatja a gépet. Fú, hát ezt nem tudom ezt az érzést visszaadni, de eléggé lent fenn vagyunk. És az öveket be kell kapcsolnunk. Beszélgetéssel telt, ugye most már itt vagyunk Tamásiknál, két gyerekük van, és mindkettő egy aranyfalat, egy Mácskával nagyon, nagyon jól vagyunk, ma már előadta nekem az Aranyhaj, nekünk az Aranyhaj című darabot, és még adásul doktornőt is játszott, kis Samu meg fél éves. A serpenyőtől indulunk, az a legfontosabb rész. Hát mit gondol, meg lehet engem még menteni? Sajnos én nem tudom ezzel meghallgatni, de tudod, sajnos fönnakadt valami a tojkán talán, de ebben a játékosan nem tudom megvizsgálni, sajnos nekem kell sajnos egy igazi. Értem. Hát, nekünk nincs igazi.
Jó estét kívánok! Ez itt a Kérdezz Felelek Quiz Cirok Norberttal és velem. A külföldi kivándorlásról beszélhetnénk úgy általánosságban. Tamás, te ugye már eddig, én úgy tudom, hogy három országban is éltél, tehát tökéletlen Szerbiában születtél, utána Magyarországon végezted a főiskolai tanulmányodat, és utána meg kiköltöztetek Németországba. Jó, tudom ezt a sorrendet? Így van. Tehát mi volt az, ami téged kihozott mondjuk ide Németországba? Nem tudom, ez már nálunk volt egy előzetes, egy ilyen gondolatmenet, amivel már nagyjából képbe voltunk a tanulmányaink során, hogy talán az, amit Magyarországon tanulunk, azt nem fogjuk tudni úgy ott kamatoztatni, és ezért úgy gondoltuk, hogy azért ez elég sok idő volt arra, amit belefektettünk egy egyetemi tanulmányba, hogy utána később elfecséreljük valamilyen szalagmunkával esetleg Magyarországon. Így úgy döntöttük, hogy kijövünk Németországba, és megpróbáljuk itt. Ez hány éve történt körülbelül? Ez 2012-ben volt. És így visszamenőleg azt mondanád, hogy ez egy jó döntés volt? Tehát most így, ha... Ezt már csak azért sem mondanám, hogy egy rossz döntés volt, mert minden egyes ilyen döntés, amikor újat lát az ember, tágul a látóköre, és ebben, hogy itt kijöttünk, minden esetre ezt megéltük, és tudjuk, hogy milyen az itteni helyzet. Az ottani helyzetről meg elég sokat hallunk ismerősöktől, barátoktól, ami általában mindig hasonlóba csúszik át, hogy mennyire nem jó az otthoni helyzet, mennyire nem elégedettek, és úgy általánosságban az emberek mennyire nem elégedettek az otthoni léttel. És itt azért azt tudom mondani, hogy az embernek van valami munkája, azért így is úgy is ki tud belőle hozni egy valamilyen közepes életszínvonalat. Jó, beszéljünk arról, hogy mi az, ami mondjuk itt sokkal jobb. És itt nem pénzről van szó, mert nyilván az ember gazdasági okokból költözik külföldre. De hogy mi még az, ami miatt itt mondjuk jobb élni? Vagy jobb-e itt élni? Mert ilyenkor nyilván, tehát, hogy az ember elhagyja az otthonát, akkor, akkor ez kompromisszumokkal jár, mert a honvágy, az ott születtél, az a hazát, tehát az soha nem helyettesíti semmit. De hogy egyébként mik azok a szolgáltatások, vagy mik azok a dolgok, ami miatt itt jobb? Nekem személy szerint van egy nagyon fontos dolog, amit itt tényleg fontosnak tartok, számomra nagyon fontos a dolognak, amivel akár Szerbiában, akár Magyarországon nagyon sokszor szembesültem, az pedig az a dolog, hogy egyszerűen ígéretek hátán történnek, és egyszerűen nem áll, nagyon sokszor semmi nem áll a háttérben, mert azok az emberek, akik ígérgetnek, azok is valakiktől még függnek esetlegesen, és akkor tényleg belemegyünk ebbe, hogy valaki valakinek valamit megígér, és akkor lassan, ez miatt nem tudom tartani, az miatt nem tudom tartani, ebből lesz majd esetleg valami munkalehetőség, ebből lesz valamilyen projekt, de nem tudunk, várunk esetleg valamilyen pályázati pénzre, és ez szakadatlanul. Én azt mondom, hogy itt nincs ilyen, de sokkal kevesebb. Tehát itt az készpénznek veheted, hogy elmész akár egy állásinterjúra, egy német állásinterjúra. Nem kell szerződést, hogy elég tegyenek, aláírd meg minden. Ha itt azt mondják, hogy holnap után küldöm a szerződést, akkor 90% hogy az holnap után ott is van. Leginkább még, ami egy nagy húzóerő, az egészségügy, az tényleg rendezett, és az alap egészségügyi ellátás, amit fizet a biztosító egy munkáltatónél, az azért egy tényleg egy nagyon korrekt ellátást kap itt az ember, összehasonlítva az otthonival. Nektek két gyermeketek van, és mindkettő itt született Németországban, és most már ugye német állampolgárok, ezek szerint? Vagy attól nem, függetlenül? Nem, német ez állampolgárok. Ez de... mondjuk hogy működik? Tehát ti, mint magyar állampolgár, akkor ő is magyarként született, de felveheti a német állampolgárságot? Itt Németországban van egy olyan törvény, tudtommal, nekem így magyarázták el, amikor kértük az anyakönyvi kivonatát a gyerekeknek, hogy a gyerek automatikusan, ha itt született, és 5 évet itt élt Németországban, utána azt követő 5 évet automatikusan megigényelhetjük utána nekik a német állampolgárságot. Ez a külföld, ez mindenkinek egy ilyen, ez egy ilyen álomképként hat. Mik a negatívumai mondjuk itt Münchennek, vagy Németországnak, amit eddig
te tapasztaltál. Tehát itt most konkrétan mi az, amit nem szeretsz, vagy szerinted otthon mondjuk jobb volt? Mert mindig csak arról van szó, hogy itt minden álom, amit mondjuk én kétlek, tehát hogy nem tudom. Mm. Tehát, hogy azért minden, bárhol ír az ember a világban, szerintem vannak nehézségek. Tehát mindenhol vannak nehézségek. Hát itt igazából azt mondanám az egészen, hogy ezek ilyen egyik napról a másikra megoldott dolgok, mert egyértelmű mindenki, aki abba gondolkozik, hogy itt kijöjjön, az arra gondol, hogy itt tehát anyagilag helyrehozza ott önmagát. Teljes mértékben, mert úgy vannak, hogy az emberek kijönnek, és akkor azt mondják, hogy jó, természetesen meg tudják keresni azt az összeget, amivel mondjuk elégedettek. És hajlamosak arra, hogy ez a pénz miatt nagyon sok mindenről megfeledkezzenek, vagy úgy vannak vele, hogy eltekintenek tőle, vagy nem gondolnak bele, és pont ez miatt akkor szépnek látják az egészet. De én igenis úgy gondolom, hogy tényleg, mint magyarnak azt mondom, nagyon sokat számít, hogy az ember nap mint nap az anyanyelvén tud beszélni. Ez így is, úgy is, aki abba beleszületett, az bármikor, az egy hiányzó láncszem. A másik meg az, hogy a szolgáltatások. A szolgáltatások azért marha drágák, tehát ezzel az ember, meg az ilyen idény, szezon munkások nem számolnak ezzel soha, mert itt nem vesznek igénybe semmiféle szolgáltatást. A másik meg az tényleg, hogy a sorban állás, akármire is. Most már ugye szakmunkaerő hiányban azt mondja az ember, hogy igenis ott is mondjuk egy, nem tudom, hogy milyen munkára, azt mondom, akár gipszkartonozás, vagy meszelés, vagy bármiféle. Ott is sokat kell várni, mert már nincs szakember, de itt meg talán még többet. Ja. Mert mindent meg kell rendelni, és akkor várni. Egy átlagos munka idő, ez most már gondolom, hogy itt nyugaton ez egy jellemzőbb, az ilyen 8-tól 4-ig? Vagy? Nem, ez ilyen teljes nyugati esetben, olyan durván be lehet lőni a 7-től 5-ig. 7-től 5-ig. Az nagyon kemény. Ja, de ebbe mondjuk beleszámít az, hogy elmegy a munkába, vagy... Hát ez olyan általánosan úgy kezdődik, hogy ilyen 7-től 5-ig vagy, esetlegesen 4-ig, de mindig levonják az ebédszünetet. Tehát itt már nagyon kevés helyen van fizetett ebédszünet. Ja. Plusz az utazás. Tehát itt hétköznap csak dolgozunk szinte. Nem? Igen. Tehát itt a hétköznapok csak arról szólnak, hogy az ember elmegy, dolgozik, hazajön, eszik és alszik. Ennyi. Tényleg durván, aki ezt... Gondolom, aki ebben másra állít, azt mondom, hogy hazudik, vagy vagy nem dolgozik. Így van. Ja, értelek. Ennyire egyszerű. És mondjuk a szolgáltatásokon kívül maga az általános termékek árai, azok nagyban különböznek a magyarországi áraktól mondjuk? Hát mivel ugye nem élünk Magyarországon, így nehéz annyira belőni, de én úgy gondolom, hogy ez akár ha most én időnk élelmiszerekből az egy nagyon hasonló árban van. Tehát, hogyha ezeket a nagy diszkontokat nézzük, mivel ugyanaz árusít itt otthon is a Lidl, most azt mondom, hogy a Lidlbe talán még itt valamennyivel olcsóbbak is az árak, mint otthon. Tehát ugye minőségről ne beszéljünk, mert manapság már Magyarországon is nehéz akár jó minőségű hústermékeket vásárolni. Általános észrevétel nekem egyébként, hogy amikor valaki elkezd külföldön dolgozni, legyen az Németország, Ausztria, tehát bárhol, tök mindegy, akkor az első és a legfontosabb lépés mindig az, hogy legközelebb egy új, jobb autóval jön haza. Ez miért van így? Ez a szimbólum, a gyerekek, tanuljátok meg. Kijöttök 3-4 hónapot várni, és utána fölvesztek egy jó kis hitelt, az első hit, azt hiszem, hogyha kijöttök 3 hónap után már vannak bankok, akik hitelt adnak nektek. Amikor becsordogáltok a használt autó kereskedésbe, néztek egy jó kis Audit, a BMW-t, hogy az otthoniaknak már utána bármit el lehet mesélni, hogy éltek, mennyit kerestek, lényeg ami lényeg. Nem egy Audi újja, de azért egy új menő Audival újja. Audival hazamegyünk, vagy BMW-vel, most nem akarom a márkákat reklámozni, de ugye mi köztudottan ezeket szeretjük a legjobban, és akkor otthon már mehet a mese. Ez a nyárs valóság, emberek, tehát azért erre oda kell figyelni, hogy nem minden arany, ami fénylik. Hát igen, azért azt mondom, hogy azért ha hazamennek az emberek innen, és akkor elmesélnek nektek azért dolgokat, azért mindig fenntartásokkal kezeljétek. Aki mondjuk most befejezi az egyetemet, jelen pillanatban, annak te mit tanácsolnál, hogy költözzön külföldre, vagy
maradjon Magyarországon, vagy hát, Szerbiában, vagy tehát, hát ez, hogy most ez most igen, tudom, az is egy... Most erre figyelj, adok nektek egy nagyon jó választ, na, most én is ki tudom most már a politikai oldalamat húzni. Minden embernél ez egy egyéni döntés. Egyéni, nem csak egyéni döntés, hanem ez egy saját szituációra szabott. Ja. Nem most azt mondom, hogy döntés, hanem lehetőség. Van, akinek azt mondanám, hogy teljes mértékben megéri, és van, akinek azt mondanám, hogy ne is gondolkozzon benne. Tehát ez tényleg nagyon... Jó, ez szakmától is függ, gondolom. Szakmától is függ. És tervezel-e mondjuk, vagy terveztek-e hazamenni? Mert itt ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez mindenkinek nehéz kérdés, mert a gyerekeid már itt nőnek fel, mm-hmm. itt fognak egyetemre járni, itt fognak, tehát gyakorlatilag itt lesztek a barátaik, itt lesz mindenki. Te nyugdíjas korodra hazamennél, vagy akkor aztán mégis itt, hogy velük is tud lenni? Tudom, hogy fogós kérdés, de ez... Ez nagyon fogós kérdés. Hú, ez nem jól kitalált ez a kérdés. Na most valaki azt mondaná, hogy egy az egybe ezt a fizetést át tudnám úgy interpretálni Magyarországra, akkor azonnal. Akkor mennél. Aki egyszer ide kijön, az nagyon kevesen jönnek úgy céltudatosan ki, azok valamiért nagyon kiábrándultak esetleg az otthonukból, vagy az otthoni rendszerből, hogy ők fixen azt mondják, hogy már pedig én nem fogok visszamenni. Soha ezzel gondolattal mindig mindenki... Itt a rendszer, ezt nem biztos, hogy... Tehát ha belekerülsz ebbe a rendszerbe, akkor utána viszont ez már egy nehezen kivitelezhető dolog, hogy hazamegy, nem? Hát én azt mondom, inkább itt megint az ember úgy elkényelmesedik, és ugye itt nagyjából mindig avval kell számolni, tehát hogy mit miért, és az embernek a lemondásokkal kell akkor számolni. És ezt valaki magában hogyan tudja lerendezni. Uh-huh. Na? Tehát, hogy most azt mondom, hogy hazamegyek, ott valószínűleg kevesebb, de ez csak az anyagi háttér. Tehát, hogy valószínűleg ott mindenből kicsit kevesebb lesz, de valami, ami eszmei értékben mondjuk több. Uh-huh. Na? Ja. Hölgyeim és uraim, én Juliska vagyok, és bemutatom önöknek az Alpok hegységet. Tessék megnézni, milyen gyönyörű, szép, oda fogunk valahová majd felmenni. Herzog Standon vagyunk, ez Münchentől kb. 100 km-re lévő kilátó. Feljöttünk egy felvonóval és megmutatom nektek, gyönyörű a táj. Sajnos a csúcsra nem tudtunk feljutni, mert ez egy havas még itt a táj. Nagyon elég veszélyesnek tűnt, de amit láttunk, az gyönyörű. Egyébként észre lehet venni, hogy már nyugatabb országban vagyunk, hogy egyre inkább az elektromos autókat próbálják preferálni, és egyre inkább az elektromos autó az, amit előtérbe helyeznek. Így van itt most a repülőtéren is ez az Audi e-tron, és ennek az nagyon nagy különlegessége az,
egyébként, hogy ennek már nincsen visszapillantó tükörje, hogyha esetleg láttatok már róla a teszteket, a lényege annyi, gyakorlatilag, hogy egy kamerát ültettek ide bele azért, hogy a légellenállás csökkenjen, és ezáltal sokkal nagyobb hatótávot tudnak elérni vele. Egyébként így élőben is nagyon szép ez az autó, én már azért láttam róla elég sok tesztet, de valóban úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép autó, és elég nagy is. Hát minden kijelző belül is szinte, és a kilincs felett, ami nem tudom, hogy mennyire látható, de gyakorlatilag a kilincs felett van egy kijelző, és azon a kijelzőn át látható ennek a kamerának a képe. Véget ért a kirándulásunk, sikeresen landoltunk. Drágám, mit tanultunk ezen a hétvégén? Ezen a hétvégén láttuk, hogyan él egy két gyermekes család Németországban. Megtanultuk azt talán, hogy sehol sem könnyű az élet. Tehát bárhol is él az ember, azért dolgozni mindenhol kell, és megvannak a hétköznapi problémák, mindenhol ugyanúgy követnek, a felmelyik országban menjen az ember. De amit még én úgy érzem, hogy egy fontos és egy hasznos tanulandó dolog, hogy igazából ebből a pénzből, amiből most mondjuk elutaztunk, ebből el lehetne utazni olyan helyre is, illetve lehetett volna jobban mondjuk város nézni, vagy mi egyéb, de úgy érzem, hogy ez a dolog, hogy meglátogatsz egy régi barátot, valakit, akit szeretsz, az sokkal jobban feltölt téged lelkileg, mint az, hogyha elmégy valahol a világ végére egyedül. De ezt lehet, hogy csak én gondolom így. Te mit mondasz? De ez így van, szerintem igazod van. Jó, azt hiszem ennyi. Köszönjük, hogy néztetek bennünket. Sziasztok! Sziasztok!